Teljesen megújult a Zugligeti óvoda és bölcsöde konyhája. Több 100 milliárd forint értékben kapnak kutatásfejlesztési támogatást az innovatív vállalkozások. Emléktáblát avattak a 100 éve született erdőmérnök Halász Aladár tiszteletére. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Látogatási tilalmat rendelt el a Semmelweis Egyetem rektora az intézmény több klinikáján. Az intézkedés a Városmajori Szív- és Érgyógyászati, a Pulmonológiai, a Belgyógyászati és Hematológiai, a Belgyógyászati és Onkológiai, valamint az Anesteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikát érinti. A súlyos kritikus állapotú fekvőbetegek hozzátartozói is csak igazgatói engedéllyel kaphatnak lehetőséget a látogatásra. Egy nap alatt 2361 új koronavírusos megbetegedést regisztráltak Magyarországon, az elhunytak száma pedig 20 fővel emelkedett. Az adatok szerint az aktív fertőzöttek száma 17521 fő. Kórházban 1105 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 155-en vannak lélegeztetőgépen. Önkormányzati és kormányzati forrásból újult meg a Zugligeti bölcsöde és óvoda konyhája. Nem csak a burkolatokat, de a berendezést is teljesen kicserélték. Egyszerre akár 400 gyerek étkeztetéséről is gondoskodni tudnak az épületben. A Zugligeti bölcsőde egyik szakácsa az új főzőedényt mutatja, itt pedig az új mosogatógépet dicséri a bölcsődével egy épületben működő óvoda vezetője. A felújítási, illetve újjáépítési munkák több mint 265 millió forintba kerültek. A konyha, ahol vagyunk, egy kisebb szálloda konyhájának is megfelelne, vagy beillene, hiszen a Zugligeti óvodába és bölcsődébe, hát ez egy majdnem 300 fős konyha, 120 bölcsődés, 134 óvodás, 50 dolgozó, tehát ez egy igen tetemes létszám, plusz még a diétás, allergiás gyerekeknek a külön konyhája, tehát egy extra feladat. Nagyon szigorúak a szabályok, hiszen nagyon kis gyerekekről van szó, az egy konyhai, dietetikai előírások, és a gépészeti előírások is. Ez a komoly gépészet, amit fölöttünk van, ez nem egy űrállomás szolgál ki, hanem ezt a 300 fős főzőkonyhát. Ma már így kell kinéznie, vagy ilyen szigorú előírásoknak kell megfelelnie egy korszerű konyhának. A Zugligeti bölcsőde konyha felújítását már korábban tervezte az önkormányzat, ám a Covid miatt nyárra kellett halasztani a rekonstrukciót, amely a komplett szellőzés, fűtés, hűtés rendszer cseréjét is magában foglalta. A korábban a szellőzőrendszer technikáját rejtő helyiséget pedig diétás konyhává alakították, és a modern gépészetet most az egyik kis, kihasználatlan belső udvarra telepítették. A felújításra az elavult technika és a hűtőkamra hiányában is szükség lett volna, ám most egy kormányzati támogatás is segítette a rekonstrukciót. Lehetőség adódott, manapság ez így van az önkormányzatok életében, hogy amire pályázat jelenik meg a kormányzati hirdetéseknél, arra pályázunk. A pénzügyminisztériumnak volt egy ilyen konyhatechnológiai kiírása, szerencsére kaptunk is egy jelentős 40 millió forintos támogatást. Ezt igencsak jelentős önkormányzati résszel ki is kellett egészíteni, hogy mindez itt megvalósulhasson. De ebben nem csak a konyhai eszközök, a szellőztetés, a gépészet, a hűtés és fűtés, hanem a burkolatok, a csúszásmentes padló, az új csempeburkolatok, a csapok, a fémmel borított rozsdamentes asztalok is szerepelnek, nehéz ezt felsorolni. Gyakorlatilag az egész konyhai kiszolgáló részt újjáépítettük. A bölcsőde szintjén a földszinten van a főzőkonyha, az óvodai részen pedig a melegítő konyhát alakították ki, a két egységet egy étellift köti össze. A melegítő konyhában is teljesen megújultak a burkolatok, valamint a kiszolgáló eszközök. Pokorni Zoltántól megtudtuk, hogy a kerületben működő többi óvodát nem, csak a Zugligeti óvodát látják el helyben telepített konyhából. Minden bölcsődének van saját konyhája, tehát ez kötelező, ott nem lehet máshonnét hozott ételt adni a kisgyerekeknek. Itt az óvodának szerencséje van, hogy egy bölcsőde fölött van, és ezért részesül a frissen főzött étel áldásaiból. A többi óvodába, iskolába pedig az FH Gastro szállítja az ételt. Nyilván egy nagy konyha máshogyan főz, mint egy kis helyi konyha.
A hegyvidéken egyébként 4 bölcsőde működik, összesen több mint 360 kisgyermek elhelyezésére van lehetőség, és információink szerint minden kerületi bölcsődéskorú gyermeket el tudnak helyezni. A Zugligeti intézmény most a felújítási munkák idejére a művészúti óvodásoknak és bölcsődéseknek is helyet ad, számukra is az új konyha biztosítja a napi 3-szori étkezést. Kora délutántól egyre több munkát ad a tűzoltóknak az erős szél. Eddig a leggyakrabban kidőlt fák, letört faágak, leszakadt vezetékek és megbontott tetőszerkezetek miatt riasztották a szakembereket. A legtöbb hívás eddig a fővárosi tűzoltókhoz érkezett, faborult például a fogaskerekű vezetékére is. Az erős szél miatt Budapest területén is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Megújul a Nyugati pályaudvar és környéke. Fürjes Balázs Budapestért és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár a közösségi oldalán közölte, a fejlesztéssel kapcsolatban nyílt közbeszerzési tervpályázatot írnak ki. Az elképzelések szerint a vasúti vágányok kikerülnének az Eiffel csarnokból, amely új közösségi funkciót kapna. Ezen kívül mélyállomást és fedett felszíni peronokat építenének. A Podmanicki utcához közeli és a Ferdinánd híd mögötti vasúti üzemi területeken pedig új közparkot, középületeket alakítanának ki. Megújulna a Nyugati tér és az aluljárók is. A következő években 600 milliárd forint plusz forrás áll rendelkezésre az innovatív hazai kis- és közepes vállalkozások versenyképességének javítására. A kutatás, fejlesztés és innováció támogatása, valamint a források hatékony felhasználása érdekében szakmai megállapodást kötött a pénzügyminisztérium, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal. Szalmából állítanak elő korszerű szigetelőanyagot az egyik hazai startup szakemberei. A Budapesti Műszaki Egyetemről indult fejlesztést korábban több hazai és nemzetközi rendezvényen is bemutatták. Maga az ötlet az az, hogy a jelenlegi tűzelő szigetelőanyagokkal szemben így megfordítjuk egy kicsit a gondolkodásunkat, és itt ugye a szalma, azaz egy természetes éghető szál kerül egy, hát egy mesterséges, nem éghető kötőanyaggal összekötésre, ez az, ami a tűzállóságát biztosítja. Magyarországon egyre több innovatív vállalkozás működik. Hatályos az a célkitűzés, amely a magyar versenyképességet európai szinten is emeli, illetve emelni fogja, hogy 2030-ra a GDP 3%-át fordítsuk kutatás fejlesztésre. A kormány gazdaság stratégiai céljai között szerepel, hogy a jövőben még nagyobb hangsúlyt helyezzenek a kutatásfejlesztésre, valamint hogy a kis és közepes vállalkozások számára még több kutatásfejlesztési forrás váljon elérhetővé. Ez ugyanis jelentősen növeli a cégek versenyképességét, ezáltal pedig hozzájárul a hazai gazdaság bővüléséhez, mondta a pénzügyminisztérium államtitkára. Időarányosan jó állunk ennek a célnak a teljesítésével, és ennek keretében van a GINOP és a GINOP Plus források felhasználása, illetve ennek céljába állítottuk annak idején. Itt most egy olyan Európai Uniós fejlesztési forrásról beszélünk, amely 2014 és 2020 között több mint 750 milliárd forintot tett hozzáférhetővé kutatásfejlesztési célokra, illetve most a 21 és 27 között kezdődő, illetve folyamatban lévő ciklusban pedig megközelítőleg 600 milliárd forint fog rendelkezésre állni kutatásfejlesztési célokra. Az uniós források hatékony felhasználása érdekében a pénzügyminisztérium, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szakmai megállapodást kötött. Utóbbi vezetője úgy látja, az elmúlt években sikerült gördülékenyé tenni a vállalkozások számára kiírt pályázatok lebonyolítását. Sokat tettünk annak érdekében, hogy könnyebb legyen a pályázóknak. Mi az, amitől nagyon retteg egy kis és középvállalkozó, amikor meglát egy bonyolult 20 oldalas pályázati felhívást? Nyilván azokat az adminisztrációs terhektől retteg, ami rávár. De hogyha csak annyi a feladat, hogy első körben azt a két dolgot fogalmazza meg, hogy mit akar csinálni, miért és miből, tehát mennyiből, utána pedig tegye bele abba a piaci kontextusba, hogy ennek mi lesz a következménye. Ezt minden kis és középvállalkozó meg tudja fogalmazni, hiszen azért száll be ebbe a közös térbe, hogy megmutassa nekünk, hogy az állam által adott támogatásnak mi lesz a végkimenetele, és egyébként ő mennyivel lesz erősebb.
És utána, hogyha igent és zöld lámpát kap az ötletre, na akkor jön az adminisztráció. Az állam és a vállalatok által kutatásfejlesztésre fordított összeg az elmúlt 10 évben 60%-kal emelkedett. Emléktáblát avattak Halász Aladár erdőmérnök tiszteletére a 12. kerületben. A II. Világháború utáni erdész nemzedék kiemelkedő egyénisége 100 éve született. Halász Aladár Bedő Albert díjas erdőmérnök emléktábláját avatták fel a 12. kerületi Ugocsa utcában. Születésének 100. évfordulója alkalmából az Országos Erdészeti Egyesület képviselője és az erdőkért felelős államtitkár mondott ünnepi köszöntő beszédet a Halász család egykori lakhelyénél. Halász Aladárra emlékezünk, a Bedő díjas okleveles erdőmérnök közgazdászra, a kiemelkedő szakíróra, a ProSilva Hungária és az Ember Erdőként díjak birtokosára, az Országos Erdészeti Egyesület tiszteletbeli tagjára. Récesemerén született 1921. szeptember 5-én, és Budapesten hunyt el 2012. április 19-én. Kitűnő minősítési erdőmérnök oklevelét 1943-ban szerezte meg. Éppen csak munkába állt a főiskola útépítési tanszékén, és már is a nyugati frontra vezényelték. Szolgálata során, majd a hadifogságban is kiválóan megtanult angolul, amit egész pályafutása alatt eredményesen kamatoztatott. 1949-ben az ország 5 legjobb erdőmérnökének egyikeként a tervhivatalba került. Halász Aladár az erdőgazdálkodás országos szintű tervezésében leginkább jártas szakemberek egyike volt. Megteremtette a korszerű üzemtervezés hátterét, kidolgozta a fatermelés és forgalmazás nemzetközi statisztikai rendszerét. 1975-ben megválasztották a FAO Erdészeti Bizottsága elnökének, ami az egész magyar erdészet számára komoly elismerést jelentett. A II. Világháború után új alapokra helyezte a magyar erdőgazdálkodást. Azokat az elveket, amelyeket most kezdünk fölfedezni Európába, hogy az erdő hármas funkciója, a gazdasági, védelmi és szociális funkció mennyire fontos, és egyik funkció sem nőhet a másik funkció felé. Ezeket az alapokat a magyar erdőgazdálkodásban Halász Aladár rakta le és erősítette meg. Olyan szakmai, erdészeti, közgazdasági munkássággal járult hozzá ennek az ágazatnak az újjászületéséhez a háború után és az 50-es évek után, amelyek méltán teszik arra alkalmassá és elismerése méltóvá, hogy ez az emléktábla megörökítse emlékét a kerületben. A legerdősültebb városrésznek is tartott 12. kerületben, a neves erdészek közül Halász Aladár mellett Kán Károly emlékét őrzi emléktábla, aki többek közt a trianoni veszteség utáni időszakban történt alföldi fásítással írta be magát a hazai erdészet történetébe. A képviselőtestület egyhangulag támogatta az emléktábla elhelyezését, és ahogy két héttel ezelőtt a Kétgolyó utcában is emléktáblát avattunk, örülök, hogy most is emléktáblát tudtunk avatni. Tényleg annyi olyan értékes ember van, akit személyesen nem ismerhettünk. Így legalább az életútjukat, a példázatukat, ahogy ők ezt felkarolták, az erdészet ügyét, így legalább egy kicsit mi is megismerhetjük. Halász Aladár emléktáblájának felavatása ünnepi koszorúzással zárult. Az őszi szünetben nosztalgia vonatok is indulnak a gyermekvasúton, vasárnap pedig családi napot szerveznek a Hűvösvölgyi végállomáson. Ugrálóvár, vonatszimulátor, kresszpálya, társasjáték, sarok, alkotóház és kerti vasút is várja majd az érdeklődőket. Híreinket, riportjainkat visszanézhetik honlapunkon a hegyvidéktv.hu-n is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!